Most megadom a szót Harangozó Tamás képviselő úrnak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának. Köszönöm a szót, elnök úr, miatt belemennék a törvény értelmezésébe, vagy legalábbis a véleményünk ismertetésébe, azért Nacsa úrnak mondanám, hogy picit gondolja végig, hogy miket mond, hogy miket olvas föl. A legális migrációs csatornák, mint valami démoni fogalomról beszélünk itt az Európai Unióval való összefüggésben. Az ugye? De az ugye? Tehát ez a legális migrációs csatorna az egy borzalom. Azt, aki ezt bevezeti, annak helye nincs a politikába. Igen, csak az a rossz hírem van, tisztelt képviselőtársam, hogy az önök által bevezetett és 20 éveken keresztül alkalmazott letelepedési kötvény az egy legális migrációs csatorna. Hát nem mondjam már, hogy nem képviselőtársam, mert ez már tényleg ez már az óvoda kategória, de tehát ez, vannak nyelvtani értelme a szavaknak. Legális migrációs csatorna volt, hogy önök pénzért ide külföldi migránsokat beengedtek. Pont. De hogyha a törvényről is lehet néhány szót szólni, három okunk van rá, hogy nem támogatjuk ezt a törvényjavaslatot, gondolom, hogy nem fog meglepődni a túloldalt senki. Az egyik az, hogy az első perctől kezdve nem tartjuk szakmailag jó iránynak az egységes rendőrség szervezeti szétverését, a terrorállátási központ, a nemzetvédelmi szolgálat és ma már csak az egyébként a rendőri feladatokat ellátó szerv mellé most egy idegenrendészeti szerv is létrejön, és irányítási, vezetési szempontból most már négy egyenrangú szerv lesz, négy egyenrangú vezetővel, akik egyébként egymással is konkurálva akár végzik el a feladatukat. Szerintünk egy egységesen irányított rendőrség sokkal hatékonyabb és jobb munkát tud végezni egy ekkora országban. Kettő. Ez inkább vélemény, nyilván ezt nem kell önöknek elfogadni, de nem tudjuk nem észrevenni az állampárt egyébként ilyen tipikusan rendőr állam felé tett lépések következő szakaszának azt, hogy önök egy civil közigazgatási szervet rendőri szervé öltöztetnek át, hogy kormánytisztviselőket rendőrnek állítanak, hogy a közigazgatási hatósági ügyintézés után az ügyfelekből természetesen most már eljárás alávont személyek lesznek, és azért pontosan tudjuk, legalábbis mi, akik ezzel foglalkozunk, hogy a bevándorlás és állampolgársági hivatal, vagy éppen ahogy most legutóbb önök nevezik, ügyfeleinek eddig azért a döntő többsége nem kerítésen átmászó bűnözőkből, vagy nem tudom, valamilyen illegális migránsokból állt össze, hanem akár legálisan, akár teljesen tisztességesen és törvényesen hazánkba érkező külföldieknek az ügyeit intézte. Nyilván ők most már nem ügyfelek lesznek, hanem eljárás alávont személyek, de ez ugyanazt a képet mutatja, amit azt gondolom elmúlt években mindenki láthatott. De a legfontosabb, amiatt ezt nem tudjuk támogatni, az, ahogyan a magyar emberekkel bánnak államtitkár úr. És ez a törvény csak egy, ezt elmondtam decemberben is, az államigazgatási, közigazgatási jogviszonyt átalakító törvény, a RIASZ törvény, hát a jobb névre érdemes hajtörvény, ugye ez a honvédek jogállását újraíró, tehát ottani közalkalmazotti státusz megszüntető törvény, ami most éppen a Honvéd Kórházba is valószínűleg valóban problémát okozott, még ha elismerik, nem is, mert hogy önök akkor a többi törvénye december 31-ről január 1-ére viradóra több tízzer, több százer embernek az élet körülményeit, viszonyait, fizetését, beosztását, szabadságát, mindenét átírták. Ez itt a BM tekintetében egy centivel talán annyival jobb, hogy akkor van még egy kicsit több felkészülési idő. Csak azt nem értem, államtitkár úr, nagyon komolyan mondom, hogy a kb. 800 köztisztviselő, kormánytisztviselő van a bevándorlási hivatalban jelenleg, vagy körülbelül annyit terveznek, ha jól emlékszem, az előterjesztésben ez derül ki, hogy ők július 1-től hogyan lesznek rendőrök? Tehát hogy képzeljük azt el, hogy ült egy kormánytisztviselő, intézte az ügyeket közigazgatási szakemberként, és július 1-től ráadnak egy egyenruhát, adnak a kezébe egy fegyvert, és akkor ő rendőr? Tehát ugye, aki tiszt, az éveken keresztül főiskolára jár, és ezt tanítják neki egyetemi főiskolai felsőoktatási szinten. Aki tiszt helyettes, végrehajtó állomány szakközépiskolába jár, tovább képzik, minimum 2 év, mire rendőr lesz. Hogyan kell elképzelni azt a, nem tudom, Kovács
Máriát, aki ül a bevándorlási hivatal ügyintézőjeként, és akkor július 1-től fegyver az oldalán fog rendőri tevékenységet végezni, igazoltatni, eljárás alá vonni, kihallgatni, nem tudom, akármilyen tevékenységet, tehát amilyen feladatot majd fog kapni. Ő, neki megvan a taktikai kiképzése, hogy mikor lehet lőfegyvert használni, mikor. Tehát ez én abszolút nem értem, de biztos, hogy államtitkár úr el tudja mondani, hogy a következő 3 hónapban ezt hogyan fogják megugrani. Ugyanis a törvényből nyilván az derül ki, mint az összes többi törvénynél, és ezért nem tudjuk elfogadni semmilyen módon ezt a módszert és ezt a menetrendet, hogy eszed vagy nem eszed. Lesz néhány órája, hogy aláírja a papírt, vagy az utcán találja magát. Ez lesz a választási lehetőség ezeknek az embereknek, akik ezt az országot szolgálták eddig is, államtitkár úr. Ezt a kormányt is, lehet, hogy előzőket is, de ezt a kormányt legalább 9 éve például szolgálják. Ezek emberek. És ezek az emberek többet érdemelnek annál, mint hogy egy-egy törvénnyel az egész életüket úgy forgassák föl, hogy arra egyébként fölkészülni sem tudnak. Önök nem partnereknek kezelik ezeket az embereket, nem állami tisztviselőknek, ami egyébként egy nemes szó a magyar nyelvben, hanem alávetetteknek, szolgáknak, ha úgy tetszik, rabszolgáknak. Így bánnak ők, önök velük. És ebből a szempontból valóban nem sok különbség van ezen törvény és a rabszolgatörvény között, hiszen ott is a 400 órás túlórát írják elő, és dobják oda egyébként koncként a magyar munkavállalókat, akár a magáncégeknek, akár az állami vállalatoknak. Itt pedig csökkenő jogokról beszélünk, ön is tudja, államtitkár úr, az összes hasonló törvényben, amit decemberben is elfogadtak a belügy területén, csökkenő szabadságról, csökkenő jogokról beszélünk. És mindenféleképpen sokkal jobb kiszolgáltatottságról. Ha az embert nézzük, és engedje meg államtitkár, hogy ebben az ügyben ne csak az állam hatékonyságát nézzem, hanem azokat az embereket is, akik ott dolgoznak. Ezért nekünk ez elfogadhatatlan. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.